királyukra, hogy a tervezett alkotások elkészülhessenek és szolgálhassák az Isten dicsőségét. Az, hogy nem tudom, észrevettétek-e, de 9 magyar kultúra lovagja, illetve Szecskót egyetemes kultúra lovagja együttműködésében valósult meg ez a, vagy érintett ez a, talában észre se vettétek, hát pontosan ez jellemzi a magyar kultúra lovagjait, hogy nem a hangjukkal, hanem sokkal inkább a vállal, a munka megfogásával jeleskedkednek. Én örülök valamennyi ilyen együttlétnek, mert ezek teszik a nemzetközi, most már 5 ország 26 országára kiterjedő közösségünket valódi közösségé. Az Úr Jézus Krisztusban. Nagyon szeretettel és együttérzéssel köszöntök minden kedves testvéremet, hálát adva mindenható Istennek azért, hogy újra itt lehetünk kis csapatunkkal Kovács Vágáson. És külön hálaadással tartozom Istennek azért, hogy megengedte azt, hogy újra itt állhatok ezen a szószéken és hirdethetem felétek az ő igényének. Házigazdaként az önkormányzat nevébe és az alapítvány nevébe itt van Katalina elnökasszony. Szeretném megköszönni az áldozatos munkát, ezeket a gyönyörű alkotásokat a fafaragó művészeknek, a festőművészeknek. Remélem, hogy az alkotások nem csak a fafaragások, hanem a festő művész alkotások is itt maradnak Kovács Vágáson. És akkor még egy gondolatot, és az Elész úrnak átadom a szót. Többször emlegettük Törő Gyuri barátunkat, Bonyhár, mindig Szekszárdról. Sajnos ő nem lehet itt, egy műtét utána van, nem folyamatos a felépülés. És a Gyuri barátunk van egy nagyon szuper nótája, azért, hogy ő most nem lehet itt közöttünk, akkor jó, énekeljük el. Mi járok írták a napot, mikor összebik a viadat? Az igazgató rendelkezést adott, mikor kell, de főlem viadat? Jön már a bika, jöjj az óra bika, ez a bika, de is a bika. Jön már a bika.